Bujált az én virágomat, megérted-em még az álmaimat, az én világomat. Hisz ez a modern világ, ma csupa motor, nem divat a szív, a csó, a virágcsopó. Eljön mindjárt az eper szezon. Mire ezt önök adásban látják, addigra pont érik majd a szabadföldi eper, és akkor abból el tudják készíteni a szörpöt és a lekvárt. Azért beszélek együtt a kettőről, mert csak úgy eperlekvárt soha nem főzünk, túl híg lesz. De menjünk sorba, jó? Ez 3,5 kg eper, úgyhogy majd ebből tudnak visszaszámolni. Először is nagyon alaposan megmossuk az epret. Nagyon fontos, hogy minden egyes homokszemet mossunk le róla, és hogyha egy picit sikerül ezeket a felületén lévő apró magocskákat is lemosni, akkor külön jó. Ha a jó magyar eprünk van, akkor nem kell szétvagdosni, mert azok puhák. A lényeg az, hogy a közepes vagy annál kisebb szemű epreket a szezon második felében vegyük meg, hogyha szörpöt és lekvárt szeretnénk készíteni, mert már azok sokkal édesebbek és sokkal aromásabbak is. Levágjuk az eperről a végét, hogyha magyar eprünk van, akkor, és nagyon puha fajta, akkor le tudjuk csippenteni is a körmünkkel. Ugye a tavaszi első gyümölcsünk az eper, és valahogy olyan okos a természet, milyen érdekes, hogy a legmagasabb a C-vitamin tartalma. 8 szem epret megeszünk, közepes nagyságú epret, és már több vitamin, C-vitamint tettünk meg, mint hogyha megennénk egy narancsot. Viszont fele annyi cukrot, mintha egy almát ennénk, egyharmada kalóriát, mintha egy banánt ennénk, szóval egy igazi csoda gyümölcs az eper. Hogyha csak ilyen keveset készítünk egyszerre, akkor ez pillanatok alatt megvan, ugyanis az eper lekvárt éppen hogy csak főzzük majd. Az első fázis az az, hogy fölveszek gyorsan egy gumikesztyűt, pont 3 kg, ami maradt tiszta gyümölcs. Ilyenkor csak egy maréknyi cukorral jól átdörsölöm, átnyomkodom az epret, sőt, teszek még egy marékkal. A lekvárba ugyanis, ha jó érett szabadföldi eprünk van, akkor én az 1 kg gyümölcshöz 10 dekagram cukrot rakok. És ez nem tévedés, próbálják ki, untig elég. És ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el azt is, hogy az epret ne agyon cukrozva együk. Az epret együk az eperért, és ez minden gyümölcsre igaz. Beledörzsöltem a cukrot, és hagyom, hogy egy picit úgy megrágja a rostjait a cukor. Ha megrágja a rostjait, az azt jelenti, hogy jóságosan megengedi nekünk a levét. Erre azért van szükségünk, mert hogyha csak így oda tenném főni lekvárnak, akkor ahogy elolvad, elpuhul a főzés közben az eper, nagyon híg lesz. Viszont a lekvár az akkor jó, hogy rajta marad a vajas kalácson. És a levet pedig nem elforralni szeretnénk, hanem megőrizni, hiszen ez egy csodálatos, természetes gyümölcslé, úgyhogy ezt fogjuk eltenni hidegen, főzés nélkül szörpnek. Amíg ez itt dolgozik, én az üvegeket beleteszem egy fazékba, és kiforralom. Mivel forró lekvárt fogok az üvegekbe tenni, ezért nem dunsztolom. Ilyenkor egy papírdarabot kell az edény aljába rakni, hogy ne az edény forró fém aljával érintkezzenek az üvegek, mert akkor szétdurrannak.
Nekem csatos üvegeim vannak, úgyhogy ebben az esetben ezt levesszük róla, és így berakjuk az üvegeket nyitva az edénybe. Majd az utolsó pillanatban egy percre szintén bedobom a forró vízbe a tömítőket. Gyönyörűen leveteresztett az eper, attól a pici cukortól. Most leszűrjük róla a lét, abból lesz a szörp. Nem kell túlzásba vinni, mert azért szeretnénk, hogy a lekvárunk is szaftos legyen. Tehetjük főni. Tulajdonképpen, amit eddig rátettem cukrot, az itt van a lében, tehát most jöhet a lekvár cukrozása, 3 deka, 1 kanál. És akkor, hogy le ne égjen, kicsit vissza is vesszük a hőt, hogy csak épp rotyogjon. Én igazi citrommal szoktam a savat pótolni. Nagyon fontos minden lekvárnál és szörpnél, hogyha savas gyümölcsről van szó, akkor is kóstoljunk, mert a legtöbben ott hibáznak, hogy a cukrot rárakják, a gyümölcs illata ott van, de nincs sava a szörpnek vagy a lekvárnak. A sav ugyanolyan fontos, mint a cukor. Látják, még mindig milyen sok levet enged? De teljesen fölösleges lett volna órákon át forralni, eltüntetni ezt a csodát, mert így is marad rajta elég. Most nézzük, hogy mennyi lét kaptunk, lemérjük. Ez majdnem 8 deci lett. Na, a szörpnél viszont nem ússzunk meg a cukrot. Tehát 7,75 deci, majdnem 8 deci, akkor teszek bele 30-40 deka cukrot, az azt jelenti, hogy 10 ilyen kanállal. Jöhet a sav, és abból viszont most sok kell, mert abba kell belegondolni, hogy ilyen picit használunk egy nagy pohár szörphöz. Itt viszont ugye a citromnak a savassága változó, tehát én azt szoktam csinálni, ide nyomom inkább, és beöntöm egy szűrőnát, mert sok a magja, hogy kóstolgatom. 4 citrom biztos kell bele. És akkor elkeverjük a cukrot. Ó, de gyönyörű, mint a vér olyan színe lett. Úgy közben kavarunk, itt is egyet, ott is egyet. Két táborba oszlik az eper lekvár rajongó köre, mert vannak, akik darabosan szeretik, és vannak, akik pedig szétturmixolva. Én most a darabos pártiak oldalán leszek. Addig kevergetjük ezt a gyönyörű eper szörpöt a cukorral, amíg a cukor teljesen el nem olvad. Ez pillanatok alatt be fog következni. Aj, de szép vagy! Milyen illata van. Na most nem lett volna vétek elforralni ezt a lét? El is olvadt a cukor, úgyhogy egy kóstolóra megérett a helyzet. Egy kanállal a pohárba, és megnézem, hogy milyen is a cukorsavarány. Na, hát ebbe jön még egy kis cukor. És most lesz majd jó. Az élet szép. Nem véletlen a szerelem gyümölcse az eper. Tényleg az ember boldog lesz tőle. Kész vagyok. Most már csak ki kell üvegezni, ezt azért még nem kóstoltam. Megkóstolom még a rekvárt is. Ilyenkor nagyon vigyázzanak, mert ez nagyon forró. De viszont nem kell több cukor. Pont jó. Még egy olyan próbát szoktam ilyenkor végezni, hogy egy kis kanállal
egy hideg tányérra a levéből kiteszek egy picit, és megnézem, hogyha elég sűrű, ez minden lekvárnál alkalmazható, ahogy kihűl, elég sűrű, tehát nem fog lefolyni a kenyeremlömről vagy a kalácsomról, akkor biztos jó. Látszik, hogy a lekvárunk már nem túl folyós, tehát ilyen jól tartja magát. Tökéletes. Kész vagyunk. Arra gondoltam, hogy az egyik másikba teszek ebből az illatos, frissen szedett ibolyából, hogy egy kis ibolyás, gyógynövényes eperlekvár legyen. És néhányba pedig teszek friss mentát. Szörpöt nyersen teszem el, és valamit mindig fel kell áldoznunk. Vagy a vitaminokat a főzés során, vagy maradjon a vitamin, és egy nagyon pici tartósítószert használjunk. Úgyhogy én a szörpnél ez utóbbit választom, mert sokkal finomabb, tele lesz C-vitaminnal, és inkább egy nagyon-nagyon picit beadom a derekamat, mert ebből úgyis ilyen pici kell a szörpbe, úgyhogy tényleg molekulálnyi, mert hát minden nap nem ezt isszuk. Úgyhogy ide ebbe egy nagyon pici tartósítószert, de tényleg egy leheletnyit teszek csak. Egy nagyon picit, egy csipetnyit elkeverek a hideg szörpben, és majd a tetejét itt fogom körbekenni még, hogy ne tudjon bejutni kórokozó. Segít még egyébként az is, hogy amikor az üveget kimossuk, akkor utoljára egy ilyen nátriumbenzoátos vízbe még kiöblítjük, és akkor még kevesebb kell, mert az már az üveget csirátlanítja. Úgy, azt, milyen színe van ennek. Jó, de sűrű, rostos. Hát ezt jól kiszámoltam, pont két üveggel lett, meg egy pici, hogy most ihassak egy nagy, pohár, friss eperszörpöt. Na jó, két pohára való szörp maradt, szerencsére, mert jön a Kalla Kálmán. Az egy nagyon nagy megtiszteltetés, az ország legnagyobb tekintélyű séfje. És meg tudom kínálni egy friss eperszörppel.